Emelkedő ingatlanárak. Idén 280-300 ezer forintba került egy új ingatlan négyzetmétere. Az ár jövőre akár a 340 ezer forintot is elérheti. Diszkrimináció és jogsérelem. A munkavilágában, az oktatásban, a közszolgáltatások terén lelhető fel a legtöbb hátrányos megkülönböztetés. Idén is lesz Prima Gála. A térségben kiemelkedő tevékenységet végzőket díjazza novemberben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Továbbra is fellendülőben az ingatlan piac. Idén eddig 89,5 ezer adásvétel történt Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A statisztikák azt mutatják, nem csak a kereslet-kínálat folyamatos, hanem az árak emelkedése is. Idén például 280-300 ezer forintba került egy új ingatlan négyzetmétere. Az ár jövőre akár a 340 ezer forintot is elérheti. A fiatalok nagyobb lakásra vagy házra vágynak, az idősebbek pedig kisebb ingatlant keresnek. Ez természetes, mondják az ingatlanosok, akik igyekeznek segíteni az érdeklődőknek. A piaci kereslet kínálat júliusban ugyan kissé visszaesett, de a forgalom augusztustól visszaállt. Emelkedő tranzakciókkal dolgozunk. Az ingatlan árak sem stagnálnak még, tehát a tulajdonosok továbbra is úgy gondolják, hogy ők még magasabb árat szeretnének az ingatlanjaikért elérni. Persze az alkú jelen van az ingatlan piacon, mondják az értékesítők. A statisztikák szerint a vásárlók a lakásokból 3-4% tudnak alkudni, családi házakat pedig átlagosan 9%-kal olcsóbban vásárolnak. Az ingatlanpiac fellendülését a szakemberek többek között a csok és a jó hitel lehetőségeknek tulajdonítják. Most a hitelpiacon is fellendülést tapasztalunk. Valahogyan most az embereknek nagyobb a hitelfelvételi kedve. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a banki hitelek most tényleg valószínűleg a legalacsonyabb hitelkamatoknál tartanak, tehát kedvező konstrukciókkal tudnak hitelt felvenni az emberek. Nyilvánvalóan, aki hitelképes, az meg is próbálja ezt, mert az önerő mellé azért még jócskán kell tenni. És egyre több olyan ügyfelünk van, aki több-kevesebb hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A statisztikák azt mutatják, nem csak a kereslet kínálat, hanem az árak emelkedése is folyamatos. Az idei évben 280 és 300 ezer forintért adtuk az új építési ingatlanokat. Jövő évben már 320-340 ezer forint lesz az ingatlan négyzetméter ára. A leggyakrabban kétszobás ingatlanokat keresnek térségünkben, ám ezek ára is egyre inkább emelkednek. Mondjuk egy kétszobás lakás volt Nyíregyházán, és mondjuk 6-7 millió forintért meg lehetett vásárolni ezelőtt 2 évvel. Ugyanezek a lakások ma 10-11 millió forint. Tehát már most 9 millió, 10 millió között is egy, inkább azt mondjuk felújítandó kétszobás lakást lehet vásárolni, még egy panelban is. Térségünkben még mindig alacsonyabbak az árak, hiszen itt egy téglaépítésű lakás négyzetméter ára 200 ezer forint, Nyugat-Magyarországon pedig átlagosan 271 ezer forint. A munka világában, az oktatásban és a közszolgáltatások terén lelhető fel a legtöbb diszkrimináció és jogsérelem, derül ki az Egyenlő Bánásmód hatóság kutatásaiból. Az egyenlő bánásmód mindenkinek jár. Törvény tiltja többek között a nem, bőrszín, életkor és vagyoni helyzet, valamint fogyatékosság alapján történő negatív megkülönböztetést, hangzott el a szervezet nyíregyházi érzékenyítő előadásán. Van nekünk ez a színfelismerő eszközünk, ami így működik. Néhány eszköz, melyek megkönnyítik a vakok és gyengénlátók mindennapjait, de olyan is akad, amit azért fejlesztettek ki számukra, hogy egyenlő módon hozzáférhessenek például a játékhoz. Például, ahol egy karika van, akkor megkeressük azt a középpontot, ahol a karika van, és úgy forgatjuk a kockát, hogy mondjuk a karikát tudjuk úgy kirakni, mint ahogy a bűvös kockát annak idején gyerekkorunkban. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést védett tulajdonságok alapján. Az egyenlő bánásmód hatóság egyik célcsoportja éppen a fogyatékkal élők, a vakok és gyengénlátók. Példaértékű, ahogyan a szervezet odafigyel tagjaira.
Mi arra törekszünk, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítva legyen számukra, ezért olyan szolgáltatásaink vannak, amik egyéni szükséglet alapon működnek. Tehát, ha valaki az információs levelet brailleírással tudja olvasni, így kapja. Ha hangos formában tudja meghallgatni, így készítjük. Nagybetűs írásban is elkészítjük, de elektronikus formában, tehát számítógépen is meg tudja hallgatni, és ezzel így nem sérül az egyenlő esélyű hozzáférésük. Itthon negatív megkülönböztetés a romákat, a fogyatékkal élőket és a nőket érinti leginkább. Erről árulkodnak azok a kisfilmek is, amiket az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyíregyházi rendezvényén mutattak be. A jogvédő szervezet több kutatást is készített az elmúlt 2 évben, amelyből kiderül az is, hogy a diszkrimináció tetten érhető a közszférában, az oktatásban és a munkavilágában is. Például tiltott, de megkérdezik a nőket családi állapotukról, gyermekvállalási szándékukról egy állásinterjúnál. Jellemző az is, hogy ugyanolyan munkakörökben kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. Ma már az emberek mernek jogsérelmeikről beszélni, és akár feljelentést is tenni a hatóságnál. Többfajta szankciót alkalmazhat, megállapítja, hogy jogsértés történt, eltilthatja valakit a jogsértő magatartástól, nyilvánosságra hozza a jogsértést, ennek mostani mai világban viszont nagy a visszatartó ereje, mert a média, az internetnek elég nagy visszatartó ereje van továbbra is, illetőleg 50 000 forinttól 6 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja az adott szervezetet, de ez pénzbírság az állami bevételnek jelenik meg. A hatóság szeretné, ha változna az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság itthon. A megyében is jelen vannak, a Vakok és Gyengénlátók Nyíregyházi Szervezeténél lehet felkeresni a hatóságot, ha valakit jogsérelem ért. Idén is díjazza a térségben kiemelkedő tevékenységet végzőket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. 10 kategóriában választottak jelölteket, akik közül 3-an 1 millió forint, a különdíjas pedig 500 000 forint várományosa. A díjazottak neve a Prima Gálán derül ki november 11-én, az ünnepséget a megyeházán tartják. Idén már 11. alkalommal rendezik majd meg a Prima Gálát Nyíregyházán, ahol bemutatkozó kisfilmeket tekinthetnek meg a díjra jelöltekről az érdeklődők. A VOSZ megyei szervezete fontosnak tartja, hogy ne csak országos, helyi szinten is elismerjék a kiemelkedő tevékenységet végzőket. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan döntöttünk, hogy tiszteltünket, hálánkat és elismerésünket kifejezzük azoknak az embereknek, akik a saját területükön kiemelkedőt alkottak. Ez a VOSZ részéről és a vállalkozók részéről egy küldetés is, hogy elismerjük ezeket az embereket, egy reflektorfénybe helyezzük őket, és a munkásságuk a köz számára is ismét ismert legyen, és felhívjuk rájuk a figyelmet, és valahogy kifejezzük a hálánkat és az elvégzett munkájukért. A jelöltek listáját idén is a VOSZ megyei szervezetének elnöksége állította össze különböző kategóriákban. Egyebek mellett a magyar irodalom, képzőművészet, magyar sajtó és a tudomány területén végeznek kiemelkedő munkát a díjak várományosai. Egy többszörös érdekezett folyamat után sikerül kiválasztani mindig azt a 10-et, aki most jelölt. Aztán a nehezebb része most jön, hogy ki az a 3, akinek díjat adunk majd. Ugyanis aki már a 10 közé bekerül, az bizonyára mind a 10 megérdemli, hogy prima díjazott legyen. Ebben az évben is tervezzük, hogy külön díjat is adunk rá, ez még egy plusz feladat, hogy ennek a hátterét megoldjuk, a finanszírozás hátterét, és hát kiválasztjuk azt a külön díjat is, akit még a 4. díjazni fogunk. A 3 prima díjas 1 millió forintot kap majd, a külön díjas 500 000 forintot. A VOSZ megyei szervezete továbbra is várja a cégek támogatását. Az idei Prima Gála november 11-én pénteken lesz a Megyeházán 18 órától. Forgalomkorlátozás van Nyíregyházán a 41-es számú főút kivezető szakaszán. A szélső forgalmi sávban lezárva közműépítési munkálatok miatt, ezért időnként torlódásra lehet számítani, főként a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején. 56-os emléktárlatot nyitottak a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A kiállításról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 4. fordulójában Egerben léptek pályára, és 76-71-re nyertek a házigazdák csapata ellen. A jövő héten Nyíregyháza és Kisvárda ad otthont az UEFA Régió kupája 4 csapatos selejtezőjének.
A Magyarországot képviselő keleti régió válogatott mellett Horvátország, Azerbajdzsán és Finnország amatőrjei lépnek pályára a hétfőtől péntekig tartó tornán, ahonnan a győztes csapat jut ki a franciaországi kontinens viadalra. Pufajkás katonák, korabeli filmek és újságcikkek, valamint a nyíregyházi 56-os forradalmárok vesztőhelyéül szolgáló bitófa is látható a Józsa András Múzeum emlékkiállításán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett tárlatot az Oroszok még a Spájzban vannak címmel nyitották meg. A kiállítás várhatóan év végéig lesz látogatható. Ez a Fegyveres katona a Tizedes és a többiek című film klasszikus jelenetéből került a nyíregyházi tárlat berendezései közé. A címadó jelenet mellett számos kiállítási tárgy és a korszakot bemutató alkotás került most a Józsa András Múzeumba. A legfőbb cél, hogy mindenkit emlékeztessenek a 60 éve történt eseményekre. Emlékezni kell erre az eseményre, és nem csak a 60. évforduló miatt, hanem az aktualitásai miatt, amiatt, hogy ez lényegében ez az esemény, ez még nagyon benne él az emberek emlékezetében, mert sok olyan ember van, aki ezt túlélte, tapasztalta a gyermekkorában, és azt is mondtam el itt a kiállítás monitoron, hogy az a kötelessége mindenkinek, hogy ezt a felnövekvő generációknak átadja, mert a magyar nemzetnek a történet, mert így lesz egészséges, és így lesz kerek. A kiállítás a budapesti és a nyíregyházi események történetét is bemutatja, valamint rövid bepillantást enged az 56-os forradalom és szabadságharc utáni korszakba is. Előszedtük a korszak ismert ruháit, a pufajkát, a lúden kabátot, a katonák PPS géppisztolyát, amik látható is a Spájzban. Aztán előszedtük azokat a filmeket, amelyek az 50-es években készültek, előszedtünk rádióműsorokat, amik a rádióban, a néprádióban hallatszanak is, és azokat a kitüntetéseket, jelvényeket, ebbe aztán a Stahonovista kitüntetéstől a későbbi munkáspalasz hatalomért már a forradalom leverése után hatott kitüntetésig minden benne van, és persze ugye ott van egy szomorú emlék, az a bitófa, amelyik nagyon sokáig a nyíregyházi börtön udvarán állt. A tárlat a tervek szerint egészen év végéig várja majd a látogatókat. A Városi Emléknap központi ünnepsége vasárnap lesz Nyíregyházán az 56-os emlékműnél, a megyei rendezvény pedig az Záhonyi Művelődési Házban szombaton. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák a bajnokság negyedik fordulójában Egerben léptek pályára, és 76-71-re nyertek a házigazdák csapata ellen. Siska János együttese a következő fordulóban a budapesti Honvédot fogadja. A hazaiak még győzelem nélkül, a vendégek egy győzelemmel a nevük mellett kezdték a mérkőzést, amelynek első negyede 23-23-as döntetlennel zárult. A második 10 percet az Eger nyert 5 ponttal, így a Nyíregyháza hátrányból vágott neki a második félidőnek. 49-49-nél még egyenlő volt az állás, aztán viszont egy 14-0-es szakasz produkáltak a kék cápák. Az egriek a hajrában ugyan mindent megpróbáltak, de a kipontozódások miatt három játékosát is elveszítő vendégek 5 ponttal megnyerték a mérkőzést. Nem kezdtük jól is nyitúzva a mérkőzés, és centerposzton fal problémáink voltak, ezzel az Emánit le kellett cserélni korán. Varga Marci helyettesítette, de ő még nem volt olyan állapotban fizikálisan. A másik félben védekezést váltottunk, és ezt a harmadik negyedben tudtuk megfordítani a mérkőzés igazából. A mérkőzés utolsó 10 nyíregyházi pontjából 8-at Busz Iván szerzett, az irányító végül 24 ponttal zárta a találkozót. A legutolsó meccsen Tiszaújváros ellen sem nekem, sem a csapatnak nem ment igazán, ezért próbáltam tudatosan is készülni arra, hogy több sokkal jobb teljesítmény kell tőlem. Nem hozott minket könnyű helyzetbe, igen, elég jósunk, hogy a harmadik negyedben sok buta faut után végül is kipontozódott, illetve végén vagy a Kriszó sem volt fent. Elég fiatal volt az utolsó pár percben a csapat. Ernővel is kommunikáltunk a pálya szélén, mondta, hogy legyen nálam a labda. Én vagyok úgymond a legrutinosabb most a pályán, és igazából próbáltam felvállalni ezt a szerepet, és úgy tűnik sikerült.
A forduló további eredményei a következők: Mavsz 2, Miskolc 49-99, Debrecen Óbudai Kaszások 77-74, Békés Budapesti Honvéd 80-85, Tiszaújváros Nagykőrös 95-72 és Salgótarján Hódmezővásárhely 85-96. A tabella élén a 100%-os Hódmezővásárhely áll, megelőzve a szintén hibátlan Budapesti Honvédot. A két győzelemmel és két vereséggel jelenleg 7. Nyíregyháza szombaton a Honvédot fogadja. A jövő héten Nyíregyháza és Kisvárda ad otthont az UEFA régió kupája 4 csapatos selejtezőjének. A Magyarországot képviselő keleti régió válogatott mellett Horvátország, Azerbajdzsán és Finnország amatőrjei lépnek pályára de a hétfőtől péntekig tartó tornán, ahonnan a győztes csapat jut ki a franciaországi kontinens viadalra. Az elmúlt év novemberében megyei válogatottak vágtak neki az amatőr csapatok részére kiírt hazai sorozatnak. Az első kört követően régiós válogatottak mérték össze tudásukat, majd a döntőben a két országrész legjobbjaiból összeállított együttesek csaptak össze. Az akkor Ibrányi edzőként dolgozó Gerlicki Máté által irányított keletiek siker azt jelentette, hogy ők képviselhetik Magyarországot a jövő heti selejtező tornán. A szakember azóta az NB3-as Tiszaújvárosnál dolgozik, és a csapatból is többen feljebb léptek egy osztályt, így 9 új játékos érkezett a keretbe. A 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú csapatból 11 érintett, a 23 játékos, akik közül 18-an lehetnek ott a tornán, mindegyike a megyében szerepel. A bő keret kétnapos mini edzőtábort tartott Tiszaújvárosban, ahol a lehető legtöbbet igyekeztek kihozni a közös gyakorlásokból. Ha azt nézzük, hogy ha a saját klubcsapatomat azt 3 hónapja építem, és most néz ki úgy nagyjából, ahogy én szeretném, akkor egy ilyen kétnapos felkészülést el lehet képzelni, hogy mire elég. A két napban 4 edzést is elvégeztünk, és hát a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni a tornából. Az, hogy mennyire vagyunk esélyesek, horvátok 2 éve nagy döntőt, tehát Európa-bajnoki döntőt játszottak Írországgal, ott 1-0-ra kaptak ki a döntőben. Egy nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, láttam őket már néhány felvételen is. Ők, én úgy gondolom, nem csak az első meccsnek, hanem a tornának is az esélyesei, de megpróbáljuk ezt a két nap alatt megtanultakat elsajátítani és alkalmazni, és mindenképpen azzal az igényen lépünk mi is pályára, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. A szakember szeretné, ha csapata ugyanazokat az erényeket csillogtatná, amelyekkel kivívta a selejtezőbeli szereplés jogát. Nagyon szervezett csapatot szeretnék látni, akár már ezután a kétnapos felkészülés után is. Tudják elvileg a játékosaink, hogy mit kell csinálni védekezésben, abból, hogy kell átmenni támadásban. Megvannak azok a támadás variációink, amivel meg lehet bontani akár egy szervezett ellenfelet is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ez a két nap, ez jól sikerült, ez a két nap, és ha ezek megvannak, akkor számíthatunk akár jó eredményre is. A magyar csapat október 24-én hétfőn Horvátország, két nappal később Azerbajdzsán, pénteken pedig Finnország ellen lép pályára. A mérkőzések 13 órakor kezdődnek a kisvárdai Várkerti pályán. Ugyanabban az időben Nyíregyházán a csoport másik két csapata játszik majd egymással. A csoportból a győztes válogatott jut ki a jövő évi franciaországi amatőr Európa-bajnokságra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Továbbra is fellendülőben az ingatlan piac. Idén eddig 89,500 adásvétel történt Magyarországon. A statisztikák azt mutatják, nem csak a kereslet-kínálat folyamatos, hanem az árak emelkedése is. Idén például 280-300 ezer forintba került egy új ingatlan négyzetmétere, az ár jövőre akár a 340 ezer forintot is elérheti. A munkavilágában, az oktatásban, a közszolgáltatások terén lelhető fel a legtöbb diszkrimináció és jogsérelem, derül ki az Egyenlő Bánásmód hatóság kutatásaiból. Az egyenlő bánásmód mindenkinek jár. Törvény tiltja többek között a nem, bőrszín, életkor és vagyoni helyzet, valamint fogyatékosság alapján történő negatív megkülönböztetést. Idén is díjazza a térségben kiemelkedő tevékenységet végzőket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. 10 kategóriában választottak jelölteket, akik közül 3-an 1 millió forint, a külön díjas pedig 500 000 forint várományosa. A díjazottak neve a Prima Gálán derül ki november 11-én, az ünnepséget a Megyeházán tartják.
A Kölcsei Televízió híradóját látták október 18-án kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárását szerda estig egyre inkább egy nyugat felől közeledő ciklon jellemzi, majd folyamatosan nedves levegő érkezik fölénk. Éjjel erősen felhős borult lesz az ég, kisebb eső szitálás előfordulhat, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is erősen felhős vagy borult lesz az ég, kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Az előrejelzések szerint szombatig marad a jobbára borongós idő, sokfelé várható kiadós eső, vasárnap közepesen felhős jellemzően száraz időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet lényegesen nem változik, de vasárnap hajnalban fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.